Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakálmetál autóalkatrész. rész. Zolival már találkozhatatok a Speedzone és a Totalker műsoraiban, ő Mercedes 300 eseleket és hasonlóan érdekes régi veterán autókat újít fel, alakít át, versenyeztet meg, még egy csomó-csomó érdekes dolgot csinál velük. Azt gondolom, hogy az ő sztoria, az ő élete, valamint az, amit most csinál, az mindenképpen példaértékű és motiváló, úgyhogy érdemes leülni vele és beszélgetni egy kicsit. Szóval az elkövetkező másfél órával ez következik. Soha nem akartam tartozni sehova. Én nem akartam tartozni sehova. Mi, mi, mi hiányzott neked ebben? Azt... Mm, nekem nem volt jó családi életem, én egyszerűen csak el akartam költözni. Én 13 évesen szóltam anyámnak, hogy már most tudom, hogy nem az akarok lenni, mint ti, és az első adott alkalommal én lelépek. És mi az a ti? A szüleim. Értem, értem, de hogy ők akkor nyilván nem, 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 nem betűre pontosan mi volt az ő pozíciójuk és, és foglalkozásuk, de hogy mi volt az az irány, amiből te nem kértél az életben? Ah, hát amikor 13-14 éves voltam, elköltöztünk oda Gyöngyös mellé, és akkor apám elkezdett már alkoholizálni, akkor azon kívül, hogy megcsalta anyámat, meg ő is egy háromajtós szekrény volt, háromszoros magyar bajnok, boxoló volt, és uh, húsvétkor, amikor elment már reggel, a pici öcsémmel, van köztünk 13 év, az mondjuk másfél-két éves volt, akkor én voltam 14, legyen úgy. És akkor már délután kettőkor nem jött haza, ez húsvét vasárnap volt, és tudom, hogy a két falu alá volt egy diszkó. És oda én feltétlenül akartam menni. Lehet, hogy akkor már 15 is voltam. Akár le 16. Lehet. Lehet, hogy így volt. Elmentem a diszkóba, vagy el akartam menni a diszkóba, és az utolsó busz a faluból abba az irányba 16.45-kor indult. És kettőkor még apám sehol nem volt, és hát engedélyt kellett kérni, hogy elmehetek és engedély nem jött, mert nem jött apám. Hát akkor keresd meg, fiam. És akkor elmentem, és a 82. szomszédba találtam meg. Gyakorlatilag maga tehetetlenre itt a magát. A két-három éves öcsémet rám cigálta ott, hogy gyere, még vagyunk tovább, mert az jó nekünk. És akkor megérkezett hat órakor, a saját nyálán csúszva, és akkor azt csinálsz, amit akarsz, menni, de holnap legyen fölásva az egész kert. Volt két hektárunk. Két szerinted... hegter, persze. Uh -huh. Ja, nem, hogy előbb legyen felásva. És akkor előbb ást fel a kertet, és akkor talán úgy van, hogy annyit határozott meg, hogy a hétvégén, hogy ma legyen a felefelásva felásva, meg a másik fele. És akkor rendszer, csak egy ásód volt. És akkor azt hiszem, hogy az, ami a házhoz tartozott, az 800 négyzetméter volt. És akkor a 800 négyzetméternek még aznap este felástam a felét, majd este 11-kor, vagy mit nem, mondjuk este 8-kor, vagy 9-kor elmentem csatakosan, izzadtan falun, mi volt még az, tehát totál mindegy, befújtad magad hájacsparével, tök jó volt, elmentél a diszkóba. Őrhajószappan. Őrhajószappan, így van, és akkor utána másnap meg már dörömbölt az ajtómon reggel kilenckor, hogy na mi a fasz van az ásásoddal, és úgy indult, hogy fölkeltem, dír egy repültem innen odáig. És akkor mondtam, hogy én ebből nem kérek, mert miért? És akkor én mindig úgy képzeltem, hogy szerencsére ilyenben nem volt részem, de mindig úgy képzeltem, hogy akinek ebben része van, akkor az vagy látja ezt a mintát és norma, no, norma követ és viszi, vagy pedig mindennek tesz azért, hogy nehez ne ez legyen. Ez vagyok én. És de én nagyon vagyok. sok hibát viszek magammal én is, tehát nagyon sok olyan konzekvenciát nem tudok még mindig megtanulni, vagy illetve a legkisebbik fiamnál, amikor ugye apává válsz, avval tanultam nagyon sokat, nagyon sok türelmet én is kiabáltam a két elsővel, hogy az anyát picsáját, hogy miért nem érted azt, azt meg, hogy kettő, meg három, amikor én leülök veled matekozni, rátszánom az időmet, és nem érted. Tehát volt bennem is türelmetlenség, hogy de aztán rá kellett jönni egy idő után, hogy egyrészt nem a tegényeid, a másik meg, hogy ez egy görbetükör feléd. Igen. Igen, és egy idő után nem csak fogjuk komolyan venni. Így van. És, a, sajátomnál is ezen, a sajátomnál is ezen tudok a meglepődni, hogy amikor jön a szigor, akkor van, hogy elneveti magát, mert azt hiszi, hogy. Igen, de konzekvenciával, meg, 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 szeretettel valóban lehet, és, mindegy, és valóban minden ember teljesen más. Más az egyik gyerek, más a másik gyerek, más a harmadik gyerek, és nem lehet egy kalap alá venni őket. Nem, nem szabad. Sose tűnt úgy, hogy neked nagyon sok fölösleges perced lenne, akármelyik szakaszát nézzük az életednek, ugye? nyilván az emberek látták Totalkáron, nyilván az emberek látták Speedzone-on, mit csinálsz, de egy időben te Ferrari szerelő voltál még mielőtt kimentél Németországba, és hasonlók, de, de ezek azért mind olyan dolgok, hogy, hogy nem négykor lecsukod a laptopot, és hazamész, vagy négykor leteszed a villás Úgy nem lesz belőled semmi. Igen, hát, hogy Magyarországon ez hogy lehet belőled valaki, hogyha beáldozod az életed. Hogy emellett a, a három gyerek felnevelése, az egzisztenciális háttér megteremtése, ez hogy, hogy tudott működni, hogy tudtál erre rávállalni? Hát, ha ezt most visszagondolok, akkor ez, ez egy... Ez egy... De szerintem mindenki úgy érzi, én, én már most, hogyha nézem a gyereknek az egy éves képeit, pedig három éves lesz, akkor úgy érzem, hogy rohadt nem voltam vele elég időt. Ez a beszéd, így van, ugyanez. Tehát a legdrágább kincsed az időd. Az az időd, amit azokra kell, hogy szány akiket szeret. Ugye én már nincs egy év, hogy én ötven leszek. Uh nagyon-nagyon sok időt elpazaroltam, fecséreltem fölösleges dolgokra, amikre aztán végül is rájössz, hogy igazából nem, de az adott időegységből nem tudsz szétszakadni. Tehát vagy ezzel foglalkozol, vagy azzal foglalkozol. Ha a családról beszélsz, és azt mondod a feleségednek, hogy szerelmem, szeretlek, imádlak, és fogjuk egymás kezét, és nézzük egymás szemét, és imádjuk egymást nagyon, abból nem leszünk, nem, nem, nem megyünk egyről a kettőre. Hát igen, csak ugye, amikor az ember nem a kettőre jut, hanem már mondjuk az ötre, hatra, hétre, ra és visszanéz, hogy közben a család meg úgy lemaradt, az nem, az nem jó. Én sokat, sokat foglalkoztam, vagy sokat, sok olyan dologgal foglalkoztam, amivel most már tudom, és aztán tavaly végül is pontot is tettem a végére, hogy nem kellett volna foglalkozni, vagy nem, nem ennyit, vagy nem így, vagy nem tudom én folyamatosan tanulok. Nekem a szüleim nem tanították meg a pénzkezelést, nekem nem tanították meg azt, hogy kire milyen, mennyi időt kell szánjunk, vagy, vagy hogy csináljuk ezt az egészet, hogy kezeljük azt, a család erre. Mostanában kezd az egész családunk egyébként rájönni, hogy hups, fogy az időnk. Nekem volt ugye a, az ismertségemből fakadóan, tehát kitaláltam, hogy, hogy, csinálok egy ilyen Facebook oldalt, hogy majd sirály Szárnyel Zoli amit ugye ezt a karotta rámakasztotta, ez egyébként ennél találóbb nem nagyon van, mert azon kívül, hogy az embernek a nevét ismerik, na bum, tök jó, de igen, tehát ugye az utóbbi tíz évben ebben foglalkoztam, előtte meg teljesen, előtte meg úgy volt, miatt úgy volt a mindenkinek a, telefonszám, vagy a telefonjában, hogy én vagyok a Ferrari Zoli. Tehát a vezeték nevemet viszonylag kevesen ismerték, mert 2006 után én csak ferrari 2014-ig. És ha amíg el nem költöztem, vagy 2013-ig, amíg el nem költöztem Németországba. És és elkezdtem egy-két évvel ezelőtt, úgy gondoltam, hogy majd építek egy jó brandet. Én nem tanultam soha ilyet, építek egy brandet. De fogalmam nem volt, hogy minek egyébként. De valamit biztos lehet kezdeni ebben a sirály szárnyas névvel. Ezt tudtam, hogy nem is annyira szereted. Nem kedvelem már, mert igazából... Bélyegnek érzed? Vagy? Egy bélyeg, igen. Egy bélyeg. Annak ellenére, hogy találó... Nem tudom, hogy ez találó Mindegy is. Leíró. Leíró, igen. Tehát, hogy az éppen aktuális munkakörömet nagyon jól megfogalmazza. De, de aztán csináltam egy Facebook oldalt, amit koncepció nélkül csináltam egyszerűen, csak szeretném megosztani azokkal az emberekkel, akik kedvesek, normálisak hozzám, azokkal nincs ugyanolyan kedves és normális vagyok, én nem vagyok irigy, tehát ez abszolút hiányzik belőlem. Szerintem ezt láttad ma reggel is. Most találkoztunk életünkbe először, és, Igen. Az, és el... az, hogy én hajnali háromkor kiállok a, a placra fotózni valakinek a kedvéért, én nagyon szívesen megteszem, mert én nem felejtettem el, hogy én honnan jöttem. Én tudom nagyon jól, hogy ilyet hétköznapi halandó ember nem lát sosem. Igen. Akkor én nagyon-nagyon szívesen, ha van rá lehetőségem, akkor én nagyon szívesen megosztom bárkivel. De tényleg, ha is ha és amennyiben van rá lehetőségem és időm. De ez olyan, mint a fehér holló. Te De azért van ennek egy másik oldala is. Tehát az ember itt beszél az elpazarolt időről, amit tulajdonképpen a, azt, az, azt az időt érzed meg, éled meg elpazarolt időnek, amit az egódra szántál, hogy csodálatos dolog az, amikor az ember egy 512-es Ferrari-val egy parkolóban, hmm. amiből keletkezik egy kép, amire aztán így 20 év múlva is visszamutogat, hogy nézzétek gyerekek, apura, apuka mekkora király volt, csak ugyanakkor meg elgondolkozol rajta, hogy apuka akár otthon is lehetett volna a gyerekekkel is, és ez most nem egy vád, mert ugyanezt megélem én is. Tehát vannak az életemben ilyen csodálatos pillanatok, amikor elcseszek három napot egy ilyen reptértúrán, túrán, hogy 22 fél percet vezethessek egy GT3 rest Silverstone-ban, és hogy ezt majd egyszer el fogom mesélni a gyerekemnek, de abban a három napban nem voltam ott. Igen, csak azt ne felejtsd el, ehhez még lehet, hogy viszonylag fiatal vagy, hogy ez az élmény, ezt a hiába meséled el, ezek nagyon szép élmények. Neked. Mert megélted. Ez a tiéd. Igen. Ez nem mási ez a tiéd. Ez te viszed majd a sírba. Ezt leírhatod bárkinek, ettől lehet, hogy valakinek a szemében nagy leszel. A gyerekednek meg természetes lesz. Apa már megint nincs itthon. Igen. És nem az a lényeg, hogy te örülsz, de az, az a te egódnak jó, nem az övének. Attól a gyereked nem lesz sokkal büszkébb rád, attól csak azt látja, hogy, ő, hogy, hogy neki megint nem vagy otthon. Ezért én változtatni akarok egyébként a gyerekeimmel kapcsolatban. Én ennek az útján vagyok, most már egy jó fél éve. Egyébként fogtam és letöröltem ezt a, ezt a Facebook oldalt, mert a feleségem vetített rá erre, hogy miért velük? Miért velük? Miért nem velem foglalkozol? Tök igaza van. Igen, és ez nagyon nehéz, és, és amikor kapod az e-mailt, és miért nem válaszolsz, válaszolj már. Válaszolj, válaszolj már, bozd meg. Válaszolj meg. Már. Igen, és, és, és akkor még a napi 12 óra munka után, még este 10-kor beesel az ágyba, mert ugye még a munka után még otthon is van egy kis munka, hogy, hogy haladjunk egyről esetleg véletlen a kettő-kettő és félre, Ö, és, akkor, és akkor még elővezet a telefonodat, ú, basszus, még ennek is válaszolni kell, még annak is válaszolni kell, ú, ez egyébként ez egy tök érdekes téma ennek, még akkor gyorsan utána olvasok. Mek ez egy jó lehetőség lesz a jövőre. Vele nem, vele nem lenni, mert igen, ő is segít. Igen, igen így és van. egyébként nem. nem. Igen, utólag mindig kiderül, hogy utólag mindig. És egyébként nem. Ha valami akar, vagy valaki akar, úgy is megtalál a lehetőség meg a, 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 szerencse, hogyha úgy állsz hozzá, az így is, úgy is ott van és élni kell vele, hogy ezeket a döntéseket jót vagy rossz, rossz, jól vagy rosszul döntesz éppen akkor, az akkor úgy sem fog kiderülni. De, de baromi kevés idő, ideje van az embernek. Igen. Ez amúgy egy tök ironikus dolog, és egy kicsit eltérve ettől a témától, hogy talán három vagy négy éve beszéltünk először, meg azóta még jó sokszor. Igen, telefonon már az előző Viszont, viszont is, tegnap előtt találkoztunk először személyesen, és hogy amikor talán elkezdtünk beszélgetni, akkor mondtad, hogy te most hazősz, és megcsinálod az autószerelő mestervizsgát? Nem, azon már itt túl vagyok. az. az A, de az... ez három évvel vagy négy évvel ezelőtt? Ja, hogy akkor, igen. igen. Hát, akkor meg is csináltam. Igen, igen, azt megcsináltad, azt még utána írtál is, de hogy akkor. Ö, te ilyen önképző, tehát én autodidakta gépész ember voltál el előtte? Nem, szeretném. én autószerelő szakmunkás tehát vagyok, szakmunkás. akinek van -e, utána egy, utána megcsináltam az érettségit, utána elkezdtem a, a Budapesti Műszaki Egyetemen beiratkozást, meg ilyeneket, aztán utána nem csináltam el semmit, mert akkor hirtelen jött 2006-ban egy olyan lehetőség, hogy hirtelen én lettem Magyarország gyakorlatilag legnagyobb Ferrari szervize, így egyik pillanaton a másikra aminek rendkívül sok előnye is, talán még több hátránya volt. Kellemetlen emberek a Ferrari tulajok esetleg? És, és, és abba ott beletört az éppen akkori életemnek a bicskája, tehát ott az akkori páromtól a, azonnal elváltunk, tehát az nem, nem, feleségem volt az a lány, de, de ez egy ilyen törvényszerű dolog volt, hogy abban a karrierben én, én annyira sokat gondoltam, hogy valóban látástól Mikulásig dolgoztam, tehát szombat, vasárnap, éjfélig, az borzalom volt. Tehát egyszerűen az, az, egy ilyen korszak volt. És akkor, és akkor én ab, nem abbahagytam, hagytam, hanem első kezdtem a, a műszaki egyetemet, hanem, hanem, úgy gondoltam, hogy minek nekem egy egyetemi diploma, amikor ebben nem leszek még följebb, vagy még, még, több gyakorlatilag, nem leszek a saját magam főnöke, vagy én hogy is mondjam ezt. Tehát, értem, mire gondolsz. Hát sok, sok embert megcsap ez, hogy mi a francnak, mert sokkal jobban pénzt keresni. Igen, pedig ebbe pedig akkor ebbe amúgy én nem is belesúztam, ez hát nem szok, szoktunk rájönni. Hogy... Igen, és akkor most keresek megint valami olyan főiskolát, ami ha minden igaz, akkor talán jövőre el is fogom tudni kezdeni. Most a szeptemberi-októberi beiratkozással lekéstem. Műszaki természetű, vagy valami? Műszaki tör? természetű, igen. De rendes főiskolai diplomával, tehát valamilyen Jellegűt akarok majd csinálni, illetve már megvan az irány. Szeretném majd egy kicsit a nyugdíjas koraimat előkészíteni, vagy nyugdíjas koromat, bocsánat. Mi, Mikor tervezed ezt? Hát nyilván minél hamarabb, de, de esélyem nincs, nem mindegy. Tehát, de cserébe viszont 70 éves korom még nem szeretnék az autók alatt kúszni, mászni. tehát... Nem egy fenntartható dolog, de hogy ment, hogyha nem vagy rá kényszerítve nyilván, de hogy hogy el tudod képzelni azt, hogy megállsz. Tehát de most, de. most, most amit csinálsz, mert amit így elmondtál, hogy mit csinálsz egy héten, az nagyjából két heti teendő, és akkor jönnek a külföldi versenyek, az ügyfélautóztatás, a bérbeadás, stb. Tehát, hogy az azért egy elég feszített életmód. A, mit tudom én, a menet közben bekapkodott paradicsomfalatkák, Olaszországban menet és hasonlók, de hogy, de hogy amikor majd egyszer így ott állsz, hogy adott az anyagi háttér, adott, adott a, 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 az élet, amit megteremtettél, és akkor egy, és akkor egy nap nem kell ezt tenned, akkor az neked nem lesz itt trauma? Hát valószínűleg a kérdésedre a válasz az, hogy valószínűleg nem fogom tudni abbahagyni teljesen, tehát az, hogy esetleg a fiammal vagy, tehát a legkisebben még látok némi reményt, hát ha, de aztán nem biztos, <laughs> majd ezt az idő megmutatja hogy mellé áll -e, és esetleg tovább visz-e valamit belőle, legalább csak, legalább csak egy icipicit, nem kell, hogy ebben foglalkozzon életvitelszerűen, de, de ha már egy icipicit tudást át tudnék adni, annak nagyon örülnék. Logikája van, lusta, mint a dög, de egyébként egy, az is egy kis zseni, tehát csak nyilván nekem kéne vele többet foglalkozni. És ezen rajta is vagyok. Uh, nem, nem akarok megállni. Igazából nem látok ilyen opciót. Hogy élvezed az egész munkáját? Én szeretem, én nagyon-nagyon ilyen masinaőrült vagyok. Én nem. Ez most egy ilyen. az imént már berekeztem, de aztán belém folytottad a szót, hogy már privátban, még a kamerán kívül, hogy nem. Én nem vagyok autóbúzi. Én nagyon szeretem, én a, én a technikát és a masinát szeretem. Én azt a gépet tisztelem, amit amikor összerakok, akkor elkezd működni. Én, az, az bennem egy eufóriás élmény. Tehát az egy fantasztikus dolog. És mindegy, hogy mi az, ha az működik, és te össze, és különböző elemeket elkezdesz összepakolgatni a te szakértelmeddel is, és a vége egy gép, ami valamit csinál, az óriási. A veterános szakma az ebből a szempontból egy kicsit könnyű terep is, meg nehéz terep is, hiszen egy veterán akkor igazán értékes, hogyha eredeti, tehát, ha mondjuk a 60-70-80 évvel az előtt ért mérnökök világlátását, szemléletét tiszteletben tartod, és úgyis azt csinálod meg. Viszont a gépszerető ember az egy kreatív természet is egyben, aki szeretne belevinni valamit a saját szellemítőkéjéből, a saját meglátásaiból, ötleteiből. Ki tudod ezt élni? Maximálisan. Nagyon érdekes, mert a, a mögöttünk látható versenyautót most már 11. éve is tápolom, és vannak olyan gyenge pontok rajta, amik alkalmatlanná teszik arra, hogy versenyautóként használd. Vagy illetve nem is alkalmatlan, hanem egyszerűen csak esélytelenné teszik, hogy nem is tudom. tehát hogy nem, ezt nem erre találták ki, ez egy szupersportkocsi volt annak idején 70 évvel ezelőtt, ugye most idén 70 éves ez a találmány. Istenem, hogy mennyi tudnak ezen a, bocsánat, hogy de hogy szupersportautó, nem szupersportautó. Hát, hát, valami attól szupersportautó, mert lényegesen többet tud, mint a kor Mint az annak a, színvonal, a kornak a színvonalai így van, és ez kérd, kérd, És képzeld el, hogy cseteksz az Izettáddal az autóbádon 75-tel, és elmegy melletted ez két kilóval. 200-al, így van. A autó. Így van, és annak idején ez valóban tudta a 250 km h órás végsebességet. A hosszú Hát igen, meg azért egy Deutsche autóbánon valóban tudta. Tehát ez, ez, ez kétségtelen. És és a súlyló erő aránya is fantasztikus volt annak idején, nyilván utcai autóról beszélünk, Persze. eleve olyanról, amit nem sportkocsinak, vagy nem versenyautónak építettek, hanem hanem egyszerűen csak egy következő fejlesztés volt. Úgyhogy ezen ki tudom élni maximálisan az ilyen jellegű hajlamaimat, mert imádok gondolkodni azon, hogy valamit, mi az, amit tudnék fejleszteni. És futóművő rendkívül sokat fejlesztettem, mindenféle, nem, tehát úgy átalakítva, hogy közben nem roncsoltam a, a, az eredetiségét az autónak. Ez tűnik nekem igazán kihívásnak, hiszen az ember nem szívesen mártja bele a flexet egy ilyen 70 éves lemezbe, amikor mondjuk kell csinálni egy új futóműbekötési pontot. De Itt akkor... Most pont nem lehet látni, de az alján van egy ilyen rendes, azt hiszem, hogy 22 mm-es stabilizátorú, a gyári, az a gyári technológiát, illetve viszonylag gyenge vagyok ebből, de szerintem, ha jól emlékszem, akkor az 16 mm. 16 mm helyett a 22 mm stabilizátor stabilizátorrúd az egy jelentős Igen. erősítés. És A kollégám kitalálta, hogy a váz szétvágása nélkül különböző konzolokkal a 124-es Mercinek a stabilizátorát a saját gyári 124-es mercinek a stabilizátor tartók is lemez rugójával, meg a stab gumival, azt ő felszerelte. Ez minden egyes alkalommal ketté tart a versenyek után, versenyek alatt. A nyomaték a... Igen, igen, igen. Tehát az túl nagy volt ott a csavarás. És akkor erre például három perc alatt, tehát és azt látod, hogy oké, okay, ez jó ez a konstrukció, csak ezt valahogy erősebbre kéne. Oké, okay, akkor azt leszereled, oda építesz egy másik konzolt, és akkor a konzolnak valami olyasminek kell lenni, ami, ami úgy tart, hogy Hát ez sose essen szét. Úgyhogy én kilenc éve én építettem rá egyet, és azóta ez nem esik szét, és tökéletesen működik. A kollégámmal együtt fejlesztett, tehát ő elkezdte, én meg csak tovább fejlesztettem, viszont az enyém egy tartós dolog. De ha leszerelem és felszerelem rá a gyárit, akkor visszamegy rá roncsolás nélkül. Tehát, hogy minden, minden leépíthető, fölépíthető rá. És ettől ez még nem ördögtől való dolog. Tehát Erről beszélgettünk reggel, és a másik videónak majd témája is lesz. De egy ilyen autónál, uh, szerintem egy roppant érdekes dolog, hogy egy ilyen színvonalon megépített versenyautó, a versenyautóság az a, az a gyűjtők szemében növeli az ngo vagy vagy, ez egy, vagy ezt inkább játéknak tekintik, amit inkább kibérelni jó és, és autózni. Le. A játék kifejezés az egy nagyon jó kifejezésre. Uh maga az átalakítások biztosak benne, hogy csökkenti az ázsióját, csökkenti, illetve az értékét, a fizikai értéke az biztos, hogy csökkentőle, Hiszen ez egy olyan játszószer, amit nem a vitrinben tartasz, nem a nem, nem, nem polírozod éjjel-nappal, hanem ez konkrétan ez egy használati tárgy. Nem élnék avval a szóval, amit szoktam mindig rá használni, ő egy olyan lány, akit sűrűn használ sok ember és ezért sok pénzt fizetnek. Hiszen ő sokba kerül, nagyon sokba kerül a fenntartása. Nagyon nagyok az alkatrészköltségei, egy komplet fékszet kb. 20 ezer euróra. Szerintem remek példa, hogy, hogy pont a féknél a költségcsökkentés érdekében az autó használható társafékkel is, dobfékkel is. Na ez is egy fejlesztés például, hogy fogtam roncsolás nélkül a... Mindjárt mondom, mert hogy én kérek elnézést, hogy ugye én tizenéve éve Német nyelven élek, és akkor a műszaki tartalmakat azt néha csak németül tudom. Én azért kérek elnézést, mert én szót nem tudok, németül, a, de majd feliratozzuk. A tengely, csonkról, a teng... csonkávány? Csonkáványról. Hogy a csonkáványról lefejted a <laughs> féktartólemet, meg, igen, de kottokkal vonóval az egész dobott ezt meg mindent, és akkor annak a, a szegecselése helyett egy passzított csavarral ö, rászerelsz egy féknyerektartót, tartót, és már megy is föl rá a kerék agyra ráalakított féktárcsával, mondjuk egy 70-es évek Mercedesének a féktárcsája, de ezt csak is kizárólag tesztnapra tudom használni. Tehát amikor én elmegyek mondjuk egy versenynapra, mondjuk négy hét múlva megyek egy, egy tesztnapra egy ügyfélel, akinek építettem egy ugyanilyen versenyautót, csak neki teljesen eredeti kellett, csak a maximum erővel, amit én tudok építeni, akkor elmegyünk mondjuk a Red Bull egy egész napos szájtépésre. Ott viszont ez nekem gáz, hogyha öt körönként ledarálják a társa vagy a dobfékemet. Úgyhogy igen, át van alakítva most éppen tárcsafékesre az autó. De klasszik versenyelemvel nem mehetek. Klasszik versenyre ezt megint vissza leveszem, vissza vagy a gyári dobbetét, vagy a dobfék, és csinál, foglalkozom, tehát hogy megyek avval. Ez, ezeket az anekdotákat imádom a legjobban a veterán autóknál, meg a veterán versenyzésben, de egy picit még kanyarodjunk vissza a, a Galving előtti időkbe, hogy hogy akkor a ferráris kaland az, az véget ért itthon, ott abból egy kicsit eleged lett, és akkor jött a lehetőség, hogy kimenj Németországba. Mekkora váltás volt az a te életedben? Beszéltél egyáltalán németül? Vagy egy volt, nagyon picit, a két volt, ezen... volt kint valamilyen család, rokon, gyökér esetleg, aki, akihez tudta kapcsolódni? Nem. Vagy? Nem, én olyan vagyok, mint a vakló. Vakmerő? Vakmerő, igen. <laughs> Megyek a, a, Jó, de ha egyedül vagy, akkor az ember könnyen vakmerő, de akkor már meg volt két Három, akkor már a három gyerek is megvolt. Akkor ez azért úgy... Mesélj már erről egy kicsit, hogy hogy hoz meg egy ilyen léptékű döntést az ember. Én... Sokan meghozzák ezt Magyarországon, de igazából még senkit nem kérdeznek, hogy ez hogy születik meg ez a döntés. Hát nekem a legnagyobb fékem az a nagymamám volt, ő talán az egyik legjobb barátom volt a feleségem után, és mellett. És ő 2011-ben meghalt, és akkor hogy egy ilyen lelkiválsági jellegű jött rám, amit kifele nem biztos, hogy látszott, de én ezt nem jól éltem meg. Én nagyon-nagyon-nagyon jóban voltam a nagymamámmal. És aztán 2012-ben megszületett a kicsi fiam, és 2012-re körvonalazódott az, hogy igazából nem érzem, hogy hol jól magam. Én sosem éreztem magam, hogy jól. Én 15 évesen voltam először Németországban. Egy ilyen rövid kis látogatásra kimentem egy hétre, és amikor visszajöttem, akkor a volt mesteremmel, amikor még tanuló voltam, akkor 90-ben 90 ben mentünk ki egyszer Ulmban, Ulmba bontóba alkatrészekért, Volkswagen, Porsche, meg ilyesmi cuccokért. És amikor visszajöttem, akkor megkérdezte meg anyukám, hogy, hogy na, hogy érezted magad? És akkor erre tisztán emlékszem, hogy az volt a válaszom, hogy anyám, én rossz helyre születtem, nekem oda kellett volna születnem, nem ide. És nem mondom, hogy sokat tettem érte az életem során, de akkor azt mondtam, hogy hopp, most itt van az a pont, amikor most lehet lépni. Most, most kéne. Tehát, hogyha valamikor, akkor most lehetne lépni. És gyakorlatilag három perc alatt eldöntöttem az egészet, írtam egy önéletrajzot. Az egésznek az átfutása az három, négy, öt hónap volt. Tehát én decemberben egy ilyen letargikus állapotban voltam, karácsony és új év között otthon a fa alatt írtam egy önéletrajzot. Azt elküldtem e-mailen hetes darab cégnek, akkor már ugye nekem volt tizen, gyakorlatilag 12-13 év ferrari tapasztalatom. Referenciákat Referenciákat csatoltam? kicsit becsatoltam, uh -huh. igazából sok mindent nem kellett, és elküldtem hét cégnek, amiből három az visszaválaszolt egy napon belül, és mind a három azt mondta, hogy persze lehet hozzánk jönni dolgozni, azonnal mindenféle egyéb próbamunkanél. És akkor én az elsőre igen, mondtam, akkor meghatároztuk, hogy oké, okay, akkor februárba, márciusban valahogy így kimentem két hét próbamunkára, és megállapodtunk, és akkor én így azóta kint vagyok. És rá pár hónapra, tehát utána még visszajöttem, a két hét próbamunka után, akkor itthon voltam a nyáron, lezártam a saját cégemet, eladtam mindent, végül is egy ilyen fél év alatt lezajlott minden, és amikor már nullán voltam, akkor kimentem, és rá két hétre jött a családom is. Nekik ez mekkora törés volt? Hatalmas. Ugyanis a feleségem lokálpatrióta, és erre most így a tizedik év környékén jöttem rá, hogy ez mennyire fontos embereknek, hogy nem csak az én fejem után kell menni, mert én, én nekem nincsenek gyökereim, nekem nincs, ami visszatartson, vagy nincs, ami... Nekem, nem, nekem, nekem nincs olyan a hely, amihez azt mondom, hogy wow, én nekem itt kell lenni, és ez ez itt a végleges. Én... Ez, ez, betudható a gyerekkori élményeidnek, amivel kezdtél? Lehetséges. Tehát a Pestről való elköltözés, a Pestre való visszaköltözés, igen, igen, igen. nem érezted jól magadot gyöngyös mellett, uh -huh. ez, ez, valószínűleg akkor ebből fakadt. Igen, ez lehetséges. Persze nyilván most már így később visszagondolva ez a gyöngyösi élet, meg az onnan lévő barátok, ismerősök, azok mind feltöltenek, tehát abban már nincs. Az idő közben kitöröl sok szemléket. de ettől függetlenül nem mennék vissza oda, tehát az nekem még mindig a nihil. De tehát most az utóbbi években volt róla szó, hogy ha két nagyobbik gyerek kirepül, akkor már csak egy marad nekünk otthon, és azt az egyet oda visszük, ahova akarjuk. Szerintem az életedet ott kell letölteni, ahol a legjobban szeretnéd, ahol a legjobban érzed magad. Ez az én véleményem. Itt én 5 perc alatt költöznék a Karib-tengerre körülbelül, és mondtam, hogy én leszek motorcsónak szerelő, vagy buvároktató, vagy nekem teljesen mindegy, hogy mi vagyok, én három perc múlva feltalálom magam. Én nagyon szívesen ébrednék minden reggel egy tengerparti kis nápfedeles kunyhóba, internet nélkül. Tehát én tök jól ellennék. A feleségemnek viszont kellenek a barátai, meg a, meg a környezete. És ez nem is róható fel nekem. És ez nem róható fel neki, és, és én úgy gondolom, hogy, hogy eddig ő szenvedett mellettem, most nem mondom, hogy nem szenvedni fogok, tehát nekem ebben nincsen semmi szenvedés. Most te vállalsz kompromisszumot. Most én a kompromisszumot, és nekem kell abból kihozni a legjobbat, ami, 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 lehet, ami lehetőségem van, illetve amit a környezet tud nekem adni. Uh -huh. Úgyhogy akkor maradunk. Még az sem kizárt, hogy esetleg 5-8-10 éven belül visszaköltözünk Magyarországra ezt akartam kérdezni, hogy ezzel a szaktudással, ezzel a háttérrel még akár itthon is fenntarthatnád az általam elképzelt kinti élet Lehetséges. Csak mindig a fejfájás részén gondolkodom el. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy ember szorgalmas és dolgozni akar, akkor Magyarországon is és Németországban is el tud érni egy jó életszínvonalat. A kérdés az, hogy az ezzel a járulékos fejfájás és stressz az melyik országban mekkora. Szóval én el tudom mondani azt, hogy hogy mi, mi, volt az érzésem itthon, Magyarországon, és mik, a, mik, az érzéseim, amikor reggel kinyitom a teraszhajtót, és kinézek, és a szomszéd rám köszön, és ő őszintén mosolyog, és nincs benne irítség, odakint Németországban otthon. Uh... Az irigységet azt egy rendkívül mérgező dolognak, talán az egyik legmérgezőbb dolognak tartom, ami, ami az emberi tulajdonságok között van. Üh, belőlem hiányzik is tényleg. Tehát én képtelen vagyok irigy lenni bárkire, én képtelen vagyok irigykedni azért, mert te egy ilyen autót vezettél, vagy ehhez van között, vagy nem tudom. Tehát én, én, bennem ilyen nincsen, bennem ilyen kötődés nincs semmi iránt. Lehet, hogy a gyerekkori trauma még mindig, de... Én tudom nagyon jól, hogy ha valaki valamiért megdolgozik, akkor azt ő vélhetőleg megérdemli. Ha most nem dolgozott meg, akkor is ott van neki, de nekem is adott a feladat. Tehát, hogy ez bárkinek elérhető, bármi. Megfelelő időben megfelelő dolgokat kell tanulni, elsajátítani, és akkor, és akkor elérhető bármi tényleg. És uh, én azt tudom, hogy, hogy a lelkem sokkal jobban érzi magát a kint. E ezerszer jobban. Nyilván ott is vannak irigy emberek, nyilván ott is vannak gyökerek, nyilván ott is van olyan, hogy a szembeszomszéddal pont éppen nem vagyok jóba. Tehát amikor már a főnökömnek a Lamborghini-et viszem haza, vagy a haveromnak a Ferrari-a van nálam a garázsba, és azt javítgatom, vagy az én, az én kis oldtimerem van, amit most éppen sikerült megvennem, de akár a lancsia is, vagy bármi, ami egy kicsit is neki nincsen és tudom, hogy látszik, hogy ha már két hetente ki beállok a saját garázsomba, akkor ott már furán fú, néz rám. Hát most hát ez egy picit megütötte a fejem, hogy hazaviszem és szerelgetem. Tehát akkor a, a, fusi az Németországban is, még ezen a szinten is egy ilyen úgymond létező dolog. Persze, hát, hogy ne. A fusit azt te vitted magaddal Németországba? hogy egy kis Magyarország azért legyen ott is, vagy nem, az nem, nem. Ez nem, létező. Nem. nem, ez annyira létező egyébként, hogy a németek szeretik kihasználni az olcsó munkaerőt, és akkor csináld kicsit, majd otthon, majd ott, vagy munkaidő után, majd kapsz egy kis szúszót. Ez most már manapság egyébként már egy leágazóban lévő iparág, de de van persze, hogy ne. És elsősorban a külföldit használják fúzni. Igen, erről a is szokott megbesélni. Öm, azt látom, hogy a a hírnév része ennek a dolognak, tehát amikor oda lehet menni. Hát azt mondtad, hogy tökre ellennél internet nélkül uh -huh. egy náttetős házikóban a Karib tengeren, amivel amúgy sokszor egyet tudok érteni, viszont azt is látom, hogy nagyon szívesen oda mész a Pizza strandra, és három napig önfeledten fotózkodsz követőkkel, nézőkkel, olvasókkal. És hogy, hogy most akkor neked is mi a viszonyod a hírnévvel? Mert mondtad, hogy a Facebook oldalt elengedted, mert azért azt az időt Közönbös. jobban, is, jobban is fel lehet használni, de hogy mégis nagyon szívesen odamész és megmutatod magad. Szeretem az időmet saját magam beosztani, tehát ne valaki oda jöjjön és valaki rám kényszerítse magát. Mint hogy egyébként nagyon sok olyan nagyon kedves ember, de tényleg nagyon kedves ember, ez a csak öt percre beugrom hozzád Németországba, pont arra fogok járni, meglátogatlak, kávézunk beszélgessünk, csak egy pacsira. Először is nincs olyan, hogy öt percre. Tehát ilyen, ilyen, nincsen. Tehát ezt nem tudod. Ha én nem vagyok, én kérek elnézést, büdös parasztészas, ne haragudj, de muszáj mennem. Tényleg nincs időm. Én nagyon szívesen visszakanyarodok oda, hogy, hogy 2006-ban, amikor elkezdtem a, a műhelyemet, egy nagyon kedves barátommal, akkor amikor az első autók megérkeztek, és jó idő volt, és kiraktuk mondjuk a műhely elejében három-négy-öt darab ferrari akkor ott a maglódi úton, ott bent az ipartelepen, ott jöttek-mentek autók, emberkék, és Úristen, hát és senki nem hitt a szemének. Ezek biztos replikák. Persze az ember kimegy, és azt mondja, hogy M -m -m, nem, ez nem replika ez mind igazi. Jó, de nagyon szépek ezek a mustángok. Nem ló, de nem az, ez Ferrari. Ú, tényleg, jó, oké, oké, oké. És, és, akkor az ember, tehát én valóban nem felejtem el azt, hogy én honnan jöttem, én valóban nem felejtem azt, hogy ezek, ezek az autók az én szobám falán lógtak, és hogyha valakiben látom a szemében a csillogást, hogy ez valóban érdekli, én nagyon-nagyon szívesen megosztom azokat a dolgokat, hogy gyere, tessék, nézd meg, fogd meg, simízd meg. Ha nem lenne akkor a felelősség, vagy nem tudom, nem lenne a anyagi vonzat ennek az egésznek, én beleültettem volna az egész amt és nagyon szívesen csináljuk, gyertek, senki a büdös életben nem fog közelebb kerülni egyetlen egyszer se egy ilyen autóhoz, mint ehhez, most, hogy itt volt Magyarországon. Én nagyon szívesen átadom ezt a, ezt a tapasztalatot, de előbb-utóbb nemet kell mondani, mert a terovásodra megy. Igen. a Facebook oldal. És így van. És akkor itt jön az, hogy én, amikor azt mondom, hogy rászállok három napot, részben a saját koncepciómat is egy kicsit tolva, mutatom itt, ha a hátam mögött van. Erről még fogunk beszélni. Ez majd igen, de, de végül itt... Uh, itt a, a, egy ilyen tök jó kapcsolatban vagyunk a, a speedzone meg a pistáékkal, meghívtak arra, hogy hogyha lehet, akkor mi lenne, ha megmutatnám az autót. Én meg azt mondtam, hogy totál mákotokra, ez az egyetlen egy darab olyan hétvégém, ami úgy szabad, hogy oké, okay, összekötjük a kellemest a hasznossal, elhozom az autót, megmutatom, és akkor én is tudom magam prezentálni, hogy én majd mivel akarok foglalkozni, mert ezzel már egyébként régen foglalkozom, tehát hogy ezt most csak ide zárójelbe teszem, tehát hogy abban a maradék kis időmben, az elmúlt tíz évben volt egy csomó olyan ismerős, aki úgy csak segítesz nekem eladni az autómat, vagy, mert hogy ez itt nem működik. És persze, gyere, hozd ki. Ezért én nem kértem pénzt, ezért én nem kértem semmit. Egyszerűen csak csináltam azt az egyet-kettőt évente ötöt. Tavaly eladtam már kilenc ilyen autót, és akkor most idén döntöttünk úgy egy nagyon kedves barátommal, hogy adjunk nevet a gyereknek, és akkor csináljuk üzletszerűen, ha már tehát most ez, ez, ez volt az egyetlen egy koncepció. Mert, mert benne... ez, ez egy nagyon furcsa koncepció, de hogy, mert hogy Magyarországra a használt autó az Németországból érkezik, és akkor, hogy ti most autókat Magyarországról akartok Németországban eladni, nyilván nem Honda hogy ezekről van szó. Van, meg vannak ezek a valami, így van, így van. Igen. Meg hát, igen. Meg hát én is azért eleve olyan, hoz, nem adom a nevemet, hogy mondjuk hozd ide a Skoda oktáviádat vagy a vagy a, a, az egyes golfodat. Mert mire az összes költség lejön, nekem is nyilván költségekkel kerül az, hogy én bérlem azt a csarnokot, annak a tárolása, a hirdetése, stb. stb. ezt bemutatni. Tehát ez mind-mind munka valóban. Tehát senkinek képzelje azt, hogy hogy munkanélkül lehet bármilyen pénzt keresni. Na mindegy, százszónak is egy a vége. Ezt a három napot én erre szántam. Tehát ebben a három napban ezt szóltam a családomnak is, hogy ez erről fog szólni. Ti nem fogtok látni engem tehát ezt most az elmúlt fél évben, évben ezt átkonstruáltuk a családi képünket, igyekszem a családommal minél több időt foglalkozni, de muszáj a jövővel is foglalkozni, ergo kell olyan időket elszakítanom, amiket kell, nincs, nincs más opció, tehát máshogy különben nem működik ez az egész. Úgyhogy ezt a három napot erre szántam, és akkor itt ilyenkor én nagyon-nagyon, én, én nem vagyok paraszt, én, nem, én igyekszem nem bunkó lenni senkivel, én igyekszem, sőt nem is kell igyekezni, mert én alapvetően, hogyha valaki ismer, tudja nagyon jól, hogy én nem vagyok, én egy mosolygós ember vagyok, és hogyha, kivéve, hogyha valaki nagyon fölbosszan, de, de az nem szokott sűrűn előfordulni. Szóval nekem tényleg fát lehet vágni a hátamon, és akkor én három napig nagyon szívesen fotózkodom bárkivel, hogyha ő úgy gondolja, hogy neki az megtiszteltetés, vagy inspiráló, vagy most is jöttek olyan emberek, hogy egyszerűen már nekem majdnem könyvfakasztó volt, volt, aki az autó előtt elsírta magát, hogy hogy neki ez egy óriási nagy mérföldkő az életében, hogy ő láthat egy ilyen autót, és velem kezet foghat, fantasztikus érzés, hogyha én valakinek példát tudok mutatni, és igenis akkor segítek neki. Én imádom a kölyköknek megmutatni, látom, hogy könnyes szemmel nézi az autót, és érdeklődik, akkor gyere hozzám, és kérdez. Ha ebben az időben van időm és rád tudom szánni, akkor én nagyon szívesen itt vagyunk most is, most is rád szánok egy-két órát simán, mert még van időm. Csak meg kell húzni a határokat, mert különben az ember szép, már nem szép lesz. Szép apró Így van, holnaptól már nem lesz időm. És a másik oldala ennek a hírnév dolognak, hogy van nagyon sok olyan ember, aki a maga területén, akár az autósportban, akár másban, de kapcsolatba kerülsz vele, akár reklámok, akár az autók kapcsán, ismertek tényleg Kultárt, Helmut Márkó, Zsantot, Zsantot felesége, Oscar Díaz színésznő, Michel Jao, most tavaly kapott aranyszobrot, hogy ezekkel az emberek, ez az emberekhez hoz, hogy, tudsz viszonyulni? Van, van, van még benned feszengés? Szoktál autogramot kérni? Na, egyetlen egyszer kértem, és visszakérdeztek, hogy minek az neked. Ki Tehát, volt ez? <laughs> ö, volt egy momentum a, a, az életemben, amit úgy ismertél föl, hogy hogy így hirtelen tört rád, mint a villám, hogy ez, ez, most, ez most az a pillanat, ezt ez most, most kell. Ezt kerestem gyorsan egy papírlapot, nem találtam csak egy kettőbb és ceruzát, ezt aláírnátok? Johann Maas, Kulthard Weber, mögötte a Kulthardnak az egész családja, tehát a felesége, mm. meg a gyereke, és így, így voltunk mi négyen, egy ilyen ugyanekkora kis asztalnál, kávézgattunk, Goodwoodban, és, és a felesége meg a gyerek valahol ott hátul, és nyilván azok nekem kiesnek a dolgból, de így ránéztem a három ember, és elfelejtettem egy szelfit csinálni. Nem, nem csináltam róluk így fényképet, hogy, mert mi együtt dolgozunk egy csomószor. Tehát, hogy én nagyon jó baráti viszonyban vagyok velük. A Johannel -nál náluk már voltam a saját házukban, tehát én ott aludtam már náluk. Én, én, nagy, én mindegyikkel nagyon jóban vagyok, és mondtam nekik, hogy ezt írjátok már alá, mire visszakérdeztek, hogy minek, holnap úgy is találkozunk, holnap után úgy is találkozunk, minek ez neked? Ö, nem nekem kell, egy barátomnak. Azóta is ott van bekeretezve. És azóta, és igen, és akkor, és akkor ráírtam, hogy betű, lebetűztem, hogy nekik, hogy szia Misi, és utána aláírták mind a hárman, majd mire hazaérkeztem sajnos a ceruza és a papír, mire hazaérkezett, egy kicsit megkopott, de, de még mindig megvan, bekereteztem otthon, és odaadtam a Misi barátomnak. Ö, azóta is büszkén lóga műhelye falán. Ő egy nagy ember, ő egy nagy példakép az én életemben. Üm, ő megérdemli azért, úgyhogy... Ja. De amúgy nem, nem szoktam senkitől, tehát én nem vagyok egy rajongó típus, pont ugyan olyan ember, mint én. Az egyetlen dolog, amit csináltam, Zsantod wc ben csináltam egy kis videót, mert... <sad Spread> mert... <hive> mert az meseszerű komolyan, tehát hogy mondtam is, hogy abba hagyom most már ezt az egészet, mert már tudom a wifi kódját Zsantodnak is, tehát én járok hozzá haza, és... És uh, a WC-ben az egy, az egy múzeum, egy egy képkiállítás, hogy ő milyen híres emberekkel fotózkodott már. És akkor ott ilyen nagyon szépen így fel vannak rakosgatva a WC-nál. Tehát amíg ott ül, addig ott nézeket azokat a képeket. Ez nekem nagyon-nagyon furcsa. Nekem nem, is nem, az nem, volt. Nem, nem tudom, hogy a hasonló helyzetbe így tennék, de nem biztos. Nem, de nekem nem, nem nagyon furcsa volt, és így néztem, mondom... Schwarzeneggerrel, meg Obamával, meg mit tudom én, ki kell volt még ott is, akkor azt így körbevettem gyorsan, és otthon megmutattam, hogy ezt nézzétek. És hogy is küldöd el a feleségét benzinért? Hát úgy, hogy mondtam, hogy nekem kell benzin, mert az autója az ott állt már, nem tudom, négy 5 éve, és a négy éves benzinnel nem ment a kocsia. Legyünk megengedőek, akkor még nem biztos, hogy volt díja. Nem tudom, ez mikor voltam náluk utoljára, két éve, három éve, nem tudom, mikor kapott Oscar akkor, még, az... akkor, akkor még pont nem volt Oscar Akkor még el lehetett küldeni benzi. Igen, igen. Ez nekem annyira hihetetlen, ez nekem annyira hihetetlen, mert ezekről az emberekről, hogyha leülsz beszélgetni szemtől szembe, akkor gyakran érzed azt, hogy igen, ez egy ugyanolyan ember, mint én. Többet látott a világból, jobb sztoriai vannak, de ugyanolyan ember, mint én. Viszont sokszor ez az, hogy amikor ezek az emberek társaságban vannak, mint mondjuk egy good, -good akkor elkezdnek szerepelni egymás előtt, akkor megérkeznek a saját kezükbe, és így kitöltik a teret. És ne nehéz, nehéz eldönteni, hogy most akkor egy jó fejember vagy nem jó fejemben akartam kiugodni. Ha nincs stressz rajtuk, a, és, és átkapcsolnak privát módba, akkor a legtöbbje egy fantasztikus ember. Tehát. Én nem tudok egyikről se rosszat mondani. Toddal, nem vagyunk barátok, tehát ez nem azt jelenti, hogy föl tudom hívni, megvan a telefonszáma, nyilván üzleti kapcsolatban vagyunk, de kezet fogunk, hello, xia. ezt meg ezt kell megcsinálni, és akkor megkérdezi, hogy kérek-e kávét, vagy ilyesmi, és akkor majd a komornyikja hozza. Vagy Bocsánat, a... milyen autói van neki, hogyha nem tudok, amivel te foglalkozol? Hát ő Párizs mellett lakik egy kis faluban, és megvette a, tehát az övé az utcának a két fele, és én az egyik felén voltam, én a Ferrari részen, ahol az ő Ferrari szentélye van, ott nem voltam, én a feleségének voltam, a, a, mert a felesége az bali származású, és ott mindenféle balinéz kis komornyik van, akik 1,40 méter centisek, ilyen kis kigyúrt mukik, és abból majdnem a felének ilyen kis géppisztoly van a hóna alatt, komolyan, tehát nagyon vigyáznak, nagyon vigyáznak ott mindenre. De persze, amikor már oda úgy mész be, hogy már minden rendben van, és egyszer átmotoztak, akkor meg ráadásul egyszer már ismernek, akkor már másodszor már persze, gyere, csináljad a dolgodat. De amikor először voltam, akkor egy kicsit furcsa volt, és akkor bementem az el, a, abba a garázsba, ami a utca bal oldalán van, és ott a nem ferrari vannak, és nyilván nem lehet fotózni. Tehát, de saját magamnak csináltam kettőt, de tényleg csak saját magamnak. És akkor ott gyorsan meg kellett csinálnom az mc 12 ét Ó, ez az Enzo alapú, rendkívül extrémen kinéző Maserati. Maserati. Így van. Ö, aztán egyébként az esélyeit mentem, mert két darab eselje van. Azokat mentem gyakorlatilag egy ilyen karbantartásra ö, hozzá. Ez felvet egy tök érdekes kérdést, hogy amikor te már ilyen színvonalon vagy, akár az autó, ugye zsántott egy autósport monolit, tehát ő nem, ő nem, csak egy gazdag gyűjtő, egy autósport monolit, aki az utolsó csavarig ismeri és szereti ezeket az autókat, hogy ő fölhív téged, hogy Zolikám, akkor kérlek gyere át, vagy, vagy el, Nem, vagy nem engem hív fel, a főnökömet hívja fel, főnök. és akkor én megyek. Repülőre ülsz a szerszámos táskával és menet? Gyakorlatilag, hát mondjuk hozzá pont kocsival megyek, mert azért annyira messze nincs, tehát ezer kilométerre van tőlünk, de azért az nem olyan gáz. De mondjuk a dubai védelmi miniszterhez oda megyek. És, és ez, ez így a gazdagságnak egy szintje, amikor már te mész, vagy amikor már a kevésbé nagyon gazdagok csak küldik az autót a HK-hoz? Vagy ez hogy működik egyáltalán? Ez, Nem, egy, hát ez, ez egy szolgáltatás részetekről? Részben igen, ez úgy néz ki, hogy nyilván a hibának, a, vagy a problémának a nagyságától függ, hogy meg lehet-e ott bármit javítani, vagy, vagy valóban haza kell küldeni. Kelle hozzá az Igen, után. de akkor is általában most már azért az elmúlt négy-öt évben szinte csak én megyek ilyen helyekre. Átlag nagyságrendileg hány ilyen köröd van egy évben, amikor fölhívnak, hogy el kéne menni valahol? Négy-öt. Négy tehát ami ilyen privát Nem hely. tűnik egy túlélhetetlennek. Nem, nem, nem. Inkább abból a szempontból sok, hogy mi van még mellette. Inkább nem ez úgy van, hogy általában gyű összegyűjtjük azokat a problémákat, hogy, tehát hogy mit tudom én, Legutoljára úgy voltam, hogy van három ügyfelünk lent a francia rivélem, és, és abból kettőnek meg kellett csinálni az autóját, milyen apró kis javításokat, és akkor még Monakóba is be kellett ugranom Toto Wolfhoz. Na most, hogyha kinéznék az ablakon, nem lenne lehúzva a redőnyit a stúdióba, akkor látnám azt a 300 esetet, amit most a hazahoztál, és kint volt a Speed Zone standon, és ennek az órán van egy elég jelentékeny felirat, hogy bérej ki. Uh -huh. És ez egy versenyautó. Uh -huh. Egy becsövezett ütésvágásra tervezett versenyautó. Most egy, más, egy másik dekorral, igen. Milyen emberek bérelnek ilyet? Hogy alakul ki ez az igény? Van már otthon esetleg egy eselje, és, és hát, nem tudod, szeretné hát. azt bántani? Vagy, vagy nem teheti meg, hogy eselje legyen, de egy bérlés belefér? Vagy... Ezt nem tudod bekategorizálni. Vannak gazdag emberek, ugye mindenki a saját lépcsőjéről sír. Igen és ha most van két millió euród, akkor a jó, az ügyes gazdag ember, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát az, aki még nem tart azon a szinten, az nem fogja egy darab vas darabra elkölteni azt a 2 millió euróját, hanem azt mondja, hogy kiberli mondjuk 50 ezer euróért egy hétre az autót, vagy egy hétvégére, vagy bármit, tehát attól függ, ez csomag kérdése, Bocsánat, ezt akartam, hogy ez a kivéli 50 ezer eurót, az nem csak egy autó, hanem szerviztámogatás, kopóalkat, Így van, részlet, ahhoz járok én üzemanyag. Én így van, tehát te. azt, mi, mi, mi ketten vagyunk, mi majdnem azt mondom, hogy össze vagyunk műve. Nagyon-nagyon ritka alkalmak kivételével szinte mindig én járok az autóhoz. Kettő ilyen autótok van, hogy tudom. Ö, nem, az egyiket sajnos eladtuk már. Hát akkor most egy ilyen bérlős verseny van. van. Igen, ez ő, 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 ő már, ő már nagyon régóta nálunk van és én 11 éve, 10-11 éve tartom karban, illetve ő az én szárnyam alatt van. És Te meg az övé alatt néha. Igen, és akkor azt mindenképpen büszkén el tudom mondani, hogy az én pályafutásom alatt mióta én javítom az autót, illetve én tartom karban, azóta egyetlen egyszer nem hagyott még ott a cserben. Tehát nem, nem volt olyan, hogy versenypályán mondjuk bármilyen műszaki hiba miatt, kivéve kettő darab defektet, de hát abban nem tudok mit csinálni. Igyekszünk persze avval is valamit kitalálni, hogy hogyan lehessen, tehát ezek a versenyszelepek meg, meg ilyeneket már valamennyire optimalizálunk, de, de annyira extrém módon vannak használva, ennek ellenére mindent sikerült eddig orvosolnom. Hogy képzeljünk el egy ilyen bérlési folyamatot? Érkezik, gondolom nincs egy felület, mint mondjuk a hercnél, hogy így kattintgatod, hogy melyik napokra kéne, hanem egy uh -huh. e-mail érkezik? Hát vagy érkezik Még egy, e-mail, e vagy, 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 eleve bejössz úgy, mint, mint Sturcanti, hogy te szeretnél mondjuk egyáltalán érdeklődsz a 300 es után. Vagy valakitől hallottál ilyet. Akár, ez egy viszonylag szűk kör. Hallottad azt, hogy lesz mondjuk egy tesztnapunk, és akkor beülhetek egy körre. Gyere, beülsz egy körre. Úgy, ez tetszik nekem. Jó? Itt ilyenkor ketté szokott válni a dolog, mert vannak a, azok az extrém gazdagok, akik azt mondják másnap, hogy vagy veszek nálatok egy utcai autót, vagy van már utcai autóm, de akkor csinálj nekem egyet. Ebből az utóbbi pár évben most már a harmadik, negyedik autót építem. A versenyautót. Versenyautót, igen. Tehát amikor, amikor az utcai autót átépítem versenyautónak. Tehát olyankor szét van szedve teljesen a kocsi és akkor a homológ ö, szabályoknak megfelelően át van építve, tehát be van bukócsövezve, át van alakítva az egész ülés, hú, hogy mondják magyarul, az ülés lemez, padlólemez, padló lemez. A igen, tálca. a igen, az üléstálca, azt átalakítjuk a sportülésnek a befogadó képességére is, és a motor, meg a motorváltó futómű kap egy, egy, egy olyan revíziót, ami után alkalmassá teszi azt, hogy érezhető a különbség. Gyakorlatilag ez van, és akkor vannak azok a kis csirifiszkiók, akik azt mondják, hogy jó, jó, tehetős vagyok, gazdag vagyok, tehát nem tudok venni ilyet, cserébe viszont nagyon szívesen bérelném, mik a lehetőségek és akkor aki ismeri nagyjából a portfóliónkat, az tudja, hogy ebben az autóval én az elmúlt tíz évben a világ minden táján az igazi nagy klasszikus versenyeken vettem már részt. Tehát a Le Mans classic a Goodwoodon keresztül, bár Goodwoodra nem mehet senki, ha nincs név szerint meghívva. Tehát hiába van jó autó, hiába van. is közel lehetetlen bejutni. Én Csikó Zsoltoknak sikerül. Karotáik is voltak bent talán Igen, annak idején. Években nem, hogy, hogy sajtósnak be lehet-e jutni vagy nem, azt nem tudom, jegyet lehet venni, tehát ott lehet jönni menni. Médiagyártást nagyon szigorúan veszik Á, értem. a jogdíjak és egyébként. Uh -huh, uh -huh. az, az nem olyan egyszerű karota, és azt hiszem a Porsche meghívásával volt. De nem is ez a lényeg, szóval, hogy uh, nem annyira nagyon tehetős, de mondjuk szeretné bérelni, és akkor mondjuk akár a Goodwoodi felfutón is részt vehet egy ilyen. Na pont ott, nem. Ott nem. Pont ott nem, de oda tud úgy a mi általunk VIP vendégként bejutni, hogy ha például meghívnak minket, illetve a főnökömet meghívják név szerint, akkor a főnököm prezentálhat helyette olyan menő embert, mint Johan Mász, és akkor Johan vezet, az autó ott van prezentálva, és van egy 10-15 fős VIP ügyfél körünk, akinek biztosítunk három gyönyörű napot egy ilyen élmény csomaggal, hogy kijöhet, beviszem a, 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 VIP részre, a box utcába. a lekezel? Gyakorlatilag igen, és akkor ott egész héten, ott a villába én főzök, kibérlünk egy hatalmas nagy kastélyt, a hatalmas nagy azért, néha ja, egy 11-12 szobás kastélyt, mindenki kap egy kis külön szobát, ez közvetlen ott van a a Gududi pálya mellett. És hát ez a Revival, vagy a Festival of Speed? a festivalos of Freed az nekünk túl modern és túl populáris, az nem. Tehát nem mi a, stíl, a revival. stíl, Members Meeting vagy Revival. Beöltözős. Beöltözős, stílusos, dresszkóddal. Ez így működik, és szerintem az egyik, nem az egyik, a, a verseny, a legszebb a világon. Tehát nekem ő a, a, a non plus ultra. Kaució van? Egyébként, hát gyakorlatilag igen. Most meg... hogy elanyaggyiaskodom a kérdést, csak nem tudok elvonatkoztatni attól, amikor Micugusi átrást béreltem Dubajba, hogy az, hogy nézett ki, hogy akkor a bankkártya, stb. De... Igen, gyakorlatilag van kaució. Ez attól függ, hogy mennyire állsz közel a főnökömhöz, illetve mennyire vagy VIP-kun ügyfél. Mennyire Bocsánat. ismernek. Így van, mennyire ismernek. Ö... Van egy önrészed, illetve most már lehet sportbiztosítást kötni az azt jelenti, hogy egy versenypályás hétvégére talán 7-8 ezer euró egy biztosítás, és akkor az viszonylag jól fizet. Tehát most például utolsó, majdnem németül jönnek ki a szavak a számon, szóval, hogy a, a tavaly az Old Time Grand prix csúnyán összetörtük az autót, illetve a sofőrünk csúnyán összetörte. Hál' Istennek volt arra a biztosítás. Bocsánat, hogy megint megszakítalak. Mi számít összetörésnek? Ez egy térhálós váz. És ezt tudom, ez egy acélkarosszériás autó, mert hogy készült Igen. nagyon kevés alumínium. 29 elektronpaneles volt, mint az SLR, vagy alumínium? Sima alumínium. Sima alumínium. Sima alumínium. Tehát, és, uh, mi számít összetörésnek, amikor meggyűröketed a sárvédőt, vagy amikor már a, a térhálós váz is Hát ez törés és törés között tudod nagyon jó hogy különbség van. Uh, most például a gumifalnak neki csúszhat 90 fokba oldalról, és uh, a bal eleje volt elnyomva egy a, nagyjából a kerékig, kapott a kerék is egy fülest, a bal első kerék, ezáltal a, a, alsó felső lengőkar is elgörbült, tehát most a bal oldalra kapott egy új futóművet. Bocsánat, kettős kereszt lengőkar elő, ugye? Kettős. Hát Hátul lengőtengely, elő kettős kereszt lengőkar. Kettős kereszt lengőkar, igen, kettős fölül is, alul is. Igen, igen. És Gyakorlatilag most a jobb, vagy a bal oldala miatt a jobb oldalát is kicseréltem, tehát most már az is új. Az autónak a karosszéria vissza a térhálós vázon, vissza lett téve a helyére, mert az el lett nyomva. Ó, ez, ez már azért radikális a hang. Ez egy radikálisabb dolog volt. A kárunk nagyjából olyan 100 120 ezer euró volt. A kormánymű teljesen ketté tört, mert ahogy megütötte a kereket, az direkt megy a kormányműre. Nekünk nincs szervónk vagy ilyesmi, tehát ott nincs semmilyen csillapítás, van egy pici gázteleszkóp benne ami csillapítja a rezgéseket, de azon kívül semmi, úgyhogy a kormánybű az de gyakorlatilag globoid csigás. És még a hátulja, a bal hátulja is benyomódott egy kicsit, de azt csak ki kellett kalapálni. Úgyhogy ez most lett kész egyébként az AMTS előtt három nappal, úgyhogy még a futómű az még nincs is rendesen beállítva, úgyhogy nekem még keresztbe áll a kormány, meg ilyenek. Meghúzgáltam a csavarokat, hogy el tudjam hozni kiállításra, de még nem versenykész az autó, majd jövő héten vagy jövő hét utáni héten majd beállítom a futóművet. Ha a főnök, hogy led a dolgot, akkor neked mennyi idő, mire ez az autó menet kész lesz az ügyfél számára? A, a, tegyük fel, hogy nem kell visszahúzni folyamatosan, a vázat. folyamatosan, folyamatosan karban van tartva az autó, úgyhogy igazából évközi szervizek azok, az autó nagyon stabil. Az autónak kitaposhatod a szemét gyakorlatilag, azt is kibírja. Minden egyes verseny után, mindegy, hogy csak 50 kilométert mentem, vagy, vagy Mexikóba mondjuk 5000 kilométert mentem, mondjuk Mexikóba talán még egyszer még cseréltem közte is olajat, de ő folyamatosan friss olajjal megy. Tehát nincs, nincs olyan, hogy tízezerként, tízezerként hagyjuk tízezer benne. Azért, a, vagy egy év. Vagy egy év, így van. Tehát én egy év, évente szerintem legalább 6-8-szor cserélek olajat és miután elve megy bele 15 liter olaj, folyamatosan... Az, az egy súlyos töltet. Most mit jelent a súlyos töltet? Ö, mi, a, Veszel ne, bele 200 euróért olajat, na bum! Nem, 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 csak abból indulok ki, hogy egy modern, 3500 centi soros, haltengeres motorban jellemzően nincs 15 liter igen, olaj. Igen, igen, igen. Úgyhogy uh, folyamatosan karban van tartva az autó, igazából sok előkészítést nem igényel. A szervezés, bejelentkezés attól függ, hogy milyen rendezvényen szeretne részt venni, ha csak egy kis Enstar klasszikon, ami egy hétvégi kis autókázás mondjuk az osztrák alpokban, az nem igényel akkora előkészületet, illetve nem is kerül annyiba az autónak a bérlése, hiszen ott nincs terhelve, ott nincs az, hogy te most szét fogod cseszni a féket rajta, te most nagy valószínűséggel ketté fogod törni az autót, vagy bármi, hanem egyszerűen hétköznapi forgalomban, nyílt forgalomban te mész két-két és fél napot. Ö egy, egy Le Mans klassziknál már egy picit mokányabb, ott már aláteszem a komplett alsó lemezvédőt, tehát van egy alváz. A rázókövek miatt? Nem csak a rázókövek miatt, hanem képzeld el, hogy tízzel többel megy az autó tőle. Ó, hiszen az alján megszűnnek azok a kis légállamotok, amik visszahúznak. Hát azok elég nagyok azok a légállamotok <laughs> egyébként, de közel tízzel többel megy az autó. Uh, illetve az egy 5 mm-es páncéllemez, egy alumínium páncéllemez, ami gyakorlatilag kövekre vagy bármi ilyesmire van. Mexikóra megint más a felkészítés. Ha Mexikóba akar menni az illető, akkor azért oda egy jó másfél-két hetes előkészítés kell. Az egész autót felemelem 5 centivel átszerelem tárcsafékekre. Az Action, egyetlen... a Baha edition -t. Gyakorlatilag igen. Mert hiszen az, Baja, Baha Mexikó. <laughs> <laughs> mert hiszen az ottani fekvőrendőrök 40-50 cm magasak. Jezus. És a legtöbbet nem is nagyon lehet látni, úgyhogy amikor teligázom megérkezel, akkor az utolsó pár méterem észlelet, hogy na most jön a padlófék, és nekem fixen az autó alá van két hatalmas nagy, körülbelül olyan vastag, mint a karom, sín heggesztve, ezt a kollégámmal találtuk ki, és utána én azt még tovább fejlesztettem, hogy nem csak két cső van rajta, hanem azon van egy frankó síntalp, egy közel 5 mm-es lapos vas gyönyörűen rá van hajtva, úgyhogy szinte mindenen átcsúszik, és a váz, a térhálós váz így tökéletesen védve van. Volt már rá példa, el is van hajolva, tudna ő is mesélni. Szikrázik gondolom szépen. Persze természetesen. Annyira szépen átvezetted, mert hogy erről a karárapanamerikről szerettem volna kérdezni. Sokat foglalkoztam egy időben ezekkel az országúti versenyekkel, hogy milyen volt ez a 60-as évek előtt. ilyen nagyon vad, nagyon zabolátlan, irgalmatlanul veszélyes dolog, hogy mi ez ma. Hogy, hogy néz ez? Tehát megmaradt valami ebből a féktelenségéből, vagy ma most már azért ez egy, ez egy ilyen domestikált. Semmit nem veszített. Ugyanúgy megőrülés a... van? Ugyanúgy megőrülés van, ugyanúgy időre megy, ugyanúgy az a nyertes, aki a leggyorsabban célba ér. Nyílt forgalom, Mexikón keresztül 3700 és 4500 km a versenytáv, attól függ, hogy mikor, hogy szervezik. Most tavaly hosszabb volt, tavaly előtt 3900-at mentünk. A... Szerintem a világ egyik legszebb autós verseny, amit még ma el lehet érni. De ehhez kell. Mexikó alapvetően? Mert nekem az összes tapasztalatom Mexikóval sajnos nem jutottam el soha, hogy, hogy a Breaking Bad, a Sicario, és hasonló, hogy, hogy a Mexikó egy kicsit azért, nem is tudom, Dél-Amerika, Dél, dél amerika kelet európája Vagy Dél-Amerika, Balkánja? Nem tudom. Tehát, hogy beleférnek még ilyen dolgok, hogy nagyon gazdag emberek nagyon teligázon át, átszakít az van, országon, így van, és, így van, és így hogy van. fölött még akár a rendőrség is szemet huny. Itt annyira huny szemet, hogy te a nevezési díjadban gyakorlatilag vásárolsz egy olyan csomagot, hogy jár veled még száz darab rendőr, és azok biztosítják a teljes Jaj, versenytávon. Uh -huh. ah, Nagyjából na, a koncepció ugyanaz, mint a millemélyen, de, de sokkal vadabb, és gyakorlatilag szabályok nélküli. Tehát, nem, bocsánat, a piros lámpát tartsd be, tehát az, az azért nem. Tehát a kereszteződésben úgy, mint ahogy a millemiján Mille áll az olasz rendőr és integet, hogy most azonnal odnan állj meg, és te meg takarodjál, és majd jön a versenyautó, olyan nincsen, hiszen hatalmas távok vannak naponta, tehát ilyen 5-6-7-800 kilométerek vannak naponta. Haladni kell, hogy egy Haladni ha kell, így van, és hatalmas olyan részek vannak a pampa kellős közepén, tehát elindulsz a dzsungelből, a 38 fokból, meg a 98% páratartalomból, mondjuk Tuxlából, vagy, vagy onnan bentről, egészen délről, a Jukatáról. Az utóbbi két évben talán Veracruzból indultunk a tengerpartról, bemész a dzsungelbe, és utána mész föl Mexikó City felé egészen Durangóig, vagy most az utolsó évben talán még följebb mentünk. Uh, és az utolsó nap a gyakorlatilag legveszélyesebb, a nyolcadik nap, illetve úgy van, hogy van egy nulladik nap, és van hét rendes versenynap. És az utolsó napon mész Mexikó leghírhettebb, legveszélyesebb útjára, ami az Ördöggerince nevezetű uh, hely. Azt ez nem a bűnözés miatt, hanem inkább azért, mert sziklafal szakadék. nem, az Ördöggerince az az, hogy 60 kilométeren keresztül te úgy hogy, hogy... Durangóból elindulsz az autópályán, Durangó az valahol Mexikó kellős közepén van, elindulsz, mi ezt 200 kilométert lefele, domborzatilag lefele, a 2000 méter magasan van Durangó, ugye egész Mexikó magas föld. Igen. És 2000 méterről lemész a, a tengerpart felé, tehát a csendes óceán felé, nagyjából egy 200 kilométert, ami a Durangó és a tengerpart közötti félút, ott lemész 1500 méterre, majd a Melletted lévő hegygerincre fölautózol egy szerpentinen, és a hegygerincen végig autózol Durangóig. Ebből 60 km gyakorlatilag a világ legveszélyesebb ilyen útszakasza, ami a hegygerincen így, itt fönt megy. De ott nincs. Tehát akkor nem szik a korlát, a szakadék, hanem szakadék-szakadék. Szakadék van, igen. És tavaly, tavaly egy a sofőr halt meg tehát egy autó borult be, de minden évben borulnak be az árakba többen is. Amikor mi voltunk 2015-ben, ha jól emlékszem, akkor éppen nem halt meg senki. Amikor 22-ben voltam tavaly előtt, akkor sem halt meg senki, de én személy szerint rángattam ki embert a dzsungelből, az én szervizautómmal, és láttam olyan porsét, ami bent volt a fák között fejjel lefele, nem tudom, legalább 30 autó esett ki csak a 75 indulóból baleset miatt. Belepörgettem azért az Insted régebbi posztjaiba, mielőtt leültünk beszélgetni, és láttam, hogy Mexikó azért amúgy is be van a csípődve, hogy mi fogott meg ennyire Mexikóban? kaja. <gül> kaja? <gül> nem, az emberek. az egész, az egy csomag. Azt én imádom egyébként. Ezt jól mondtad egyébként, hogy a Közép-Európa, vagy a Közép-Amerika, Kelet-Európája. Nagyon sok közös vonásunk van. Egyébként nagyon kedvesek az emberek. Rohadt jó a kaja. nagyon hasonlít a mexikói kaja szerintem. A... Irgalmat sok fűszer. Ú, imádom, imádom. Nagyon, nagyon, igen, és imádok sírni a, a, a Igen, és... És eddig, tehát ötször voltam eddig Mexikóban, keresztül kasul mindenhol, tényleg a legveszélyesebbtől. Volt olyan, hogy egyébként a, a 2015-ös uh, Panamerikán, amikor keresztülmentünk egy picikis falun, akkor rá egy hétre a verseny után ott egy óriási nagy drogháború volt, és egy 250 fős falut írtottak ki utánunk egy héttel. És mi azon keresztül száguldottunk. Uh, igen, tudni kell, hogy mikor hova nem kell menni. Nem, nem tudom, hogy át, visszavették már a címüket Arábiától az egyfőre eső legtöbb páncélozott jármű, amit civil használatra adnak el. De hogy a, az, az ott futó ilyen GM uh, suburban ők Tahók, és ők uh -huh. nagyon sok páncélozott belőlük, okay. mert az életnek ez része. Hogy esetleg belefutsz egy lövöldözésbe. Mentünk, mentünk olyan helyen, ami, ami megdöbbentő volt, hogy pár autót összeszedett egy rendőrautó, és akkor ott mentünk a dzsungelben, és egyszer csak elmentél egy, ilyen, egy olyan úton, ahol volt egy bevezető út, ahol maga a bejárati kapu az látszott, két őrtoronnyal, látszott, hogy nem börtön és egy hegyoldalban szerpentineztél. És azt legalább 15-20 fegyveres őr védte kívülről, a kapunk kívül, de ott csak ott járőröztek. És akkor ott elmentél egy ilyen nagy kanyarba, és mentél tovább a hegyoldalba, és ahogy elmentél egy ilyen 3-4-5 kilométert, akkor a másik oldalra, ahogy visszakanyarodtál, akkor a hegy másik oldaláról lehetett látni azt az irgalmatlan villát a helikopter leszálló amit ők őriztek három kilométerrel előtte a, a dzsungel felüli bejáratnál. Tehát e, ilyeneket lehet látni. Olyat is látsz, hogy akár Tulumban vagy Cancunban a páncélozott járműveken, csináltam egyébként ilyen fényképeket titokban a versenyautóból, illetve a szervizkocsiból, hogy lentről fölfele, hogy melletted megáll a páncélozott jármű, és az, én ekkor a gépágyút még nem láttam, és fönt áll az állig beöltözött rendőr, készen hogy majd ő lő hogyha bármi történik. Sőt, együtt mentünk a, a, szupermarketbe a hátán kettő darab géppisztolyjal bevásárolni. Ilyen, annyira távolinak tűnik innen Magyarországról. De amikor meg le akarsz vele fotózkodni, akkor meg odaáll melléd. És... Hiszen neki, az a, neki, neki, ez a távoli, hogy nem kell igen. valószínűleg. Igen, igen, igen. Elképesztő. És ha jól tudom, ez most, ez a fajta veteran versenyzés, veteran autózás most így a, mondjuk elérte az emirátusokat is, Dubajt, uh -huh. hogy Dubajon nekem mindig az egy kicsit az a benyomásom, hogy olyan művi. Tehát minden, ami ott van, ha réginek néz ki, akkor is legfeljebb 10 éve nőtt ki a földből, hogy a veteránozásban ez... ez, ez az 2 kettő éve nőtt ki a földből a veteránozás. éve nőtt földből ki. Ből, Tehát pénz van, stíl még eddig nem volt, most már az is van. Van más? Van. Most el, már elkezdték érezni a szellemiségét? Egyébként, egyébként most ezen elgondolkodtam. igen, Kint élő külföldi üzletemberek, ugye Dubajnak a 80%-a bevándorló. Így van. Ö, Kint élő külföldi üzletemberek, vagy, vagy a helyi törzsgyökeres arabok, akik ezt magukhoz. De tudom, hogy a vagyon nagyobbik része azért náluk van. De hogy kik ki kezdték el ezt ott, ott erősen művelni? Hát a, az okokozatot azt nem tudom, de ki, én úgy gondolom, hogy a kintévő üzletemberek vitték oda ezt a kultúrát, és mutatták meg, hogy van ilyen is. A helyieknek. Igen, és nem csak a szupersportkocsik. Van élet a meg lamborghini túl. A, így van, igen. Meg a Lucanon, meg a mit tudom én, mint túl, meg a porsche túl. És ö, nagyon sok olyan befektető ügyfelem, ismerősöm, most már haverom, barátom van ott, aki... Akik, akik ezeken a versenyeken részt vesznek, akár szervezik, és akkor az ő behatásukra elkezdtek például nálunk is vásárolni, most már 6-8-ot eladtunk eselből lentre az elmúlt két évben. Többek közt, a, mint az előbb említettem, tehát az Abu Dhabi emírségnek, mert ugye az Egyesült Alap Emirátusok az Abu Dhabi részből és a Dubai részből áll. Kettő között van egy 150 km. Körülbelül igen. Egy ilyen kétszer nyolc sávos autópályával. Egy csodálatos két és fél órás buszút. Egy annyira Basz... túlhűtött buszon, hogy... Kocsival másfél óra. Örülj neki. Oké. Okay. De azt már százszor megjártam. És, és akkor így az Abu Dhabi Védelmi Miniszternek például éjjavítom az autóját, illetve az Emirátusok Védelmi Miniszterének éjjavítom az autóját de én javítom az autóját a Dubai Emirnek, az unoköcsének is. Zayad Sheikh. igen. Zayed. Róla nevezték el azt a szerény kétszer nyolcsávos utat, ami tulajdonképpen a város maga. Igen, igen. Ők milyen emberek? Mert én de... őket személyesen nem ismerem be, őszintén. Én... Ő, hozzád az intézők. Hozzám az intézők jutnak, igen, illetve illetve az intézők is furcsa emberek, mert, mert az egyik intézőnek például, azt nem tudom mennyire köztudott, vagy mennyire tudják, tudjátok, hogy minél kisebb, minél rövidebb rendszámod van, annál gazdagabb vagy. Így van. Annál az, régebbi, egy, az, egy, zájadé, az az egy Zajedi, a kettőt most adták el, ha jól emlékszem. Igen, hárommal már azért nagyon magasan vagy ranglétrán. Igen, és, és, egyszer csak megérkezett egy srác, van egy kávéház lánca, a Flat 12, vagy Flat, Flat, flat 12, ugye a, a, Boxer 12 henger nevezetű, ez, ez a kávélánc, ez, ez a dubai részben van, ugyanennek a kávéláncnak a, az a Abu Dhabi részén, velük ott, a, ott is az Emirnek az egyik unoka testvérével vagyok nagyon jóban, ott a srác, annak a srácnak is van egy kávéháza, ő úgy találta ki a kávéházat, hogy hatalmas nagy gyönyörű fantasztikus kávéházai vannak, mindegyik, van vagy 25-30, és mindegyikben van valamilyen oldtimer, vagy valamilyen sportautó, több is. Tehát például az ő fő kávéházában ott van az eselje, meg ott van még 96-os Porsék állnak bent, meg, meg, mindenféle ilyen furcsa sportkocsik, amiről igazából engem nem annyira mozgatott meg. De és akkor ott nagyon jókat tudsz enni, inni, ott a sportkocsiai között. A, a flatworld a tulajdonosa, az egy fiatal kis arab srác, ő az unokaöccse a Zayednek, és az ő porsójának a rendszáma 17-es. <laughs> az sokat sejtett. És onnantól már sokat mutat, hogy azért Igen. neki van mit a tejbe aprítani. Igen, és az, az a rendszám akár egy Renault is lehetne, mert hát... Na de mindegy is. Elképesztő világ ez, elképesztő, és az ember mindig azon gondolkodik el, hogy hova van még feljebb amikor mondott, hogy eladtunk hat eselt. Egy olyan autóból, amennyiből mennyi, hány darab készült? 1400. 1400. Fogynak a készletek, van, amiből versenyautó lesz, van, ami már elenyészett egy pálmafa Néhány éve volt ez egy, -egy híres fotó. Múzeumokban állnak az Is, ami, üt. Az is, ami... Hozzátok jutott a pálmafás is? Persze, hát az Kubából lett kimentve az az autó, az a castro az egyik... Ö valamelyik rokonna, nem tudom ki az, aki kettőt rendelt ott, és volt egy, egy ilyen sirályszárnyasa, meg volt egy kabrió belőle, és mind a kettőt egy udvaron találták meg a kupéból, úgyhogy le voltak szedve az ajtók, meg ilyenek. Hogyha beütitek azt a Google-be, hogy 300 es banána, akkor ki is jön a a banán pálma kinőtt az autóból, és akkor ott az udvaron szerte hevertek a kaszni, a futómű, a motordarabok, meg minden. Remélem, nem bántották a pálmafát, miközben megmentették. Szerintem se. Uh -huh. de, hogy, de hogy meddig lehet ezt folytatni? Mikor lesz az, hogy elég, és hogy egyáltalán, hogy ebben a nem is tudom, szakmában, nem jó szó szakmában, ebben az életvitelben mi a vége? Fogalmam nincs egyelőre, nem akarok kiszállni, és nem is gondolkodtam rajta. Olyan, olyanon gondolkodtam már, hogy esetleg mellékállásban valamit mást is csinálok, ugye, mint az ábra is mutatta, hogy a maradék is szabadidőmben esetleg pénzt is keresnék, nem csak ennek a szar hobbimnak élek, <gül> <gül> vagy dolgozom. És, uh, <laughs> és uh, nem tudom, hát amíg majd nem fog annyira fájni a hátam, hogy már ne akarjam csinálni. Én nagyon szívesen csinálom ezt egyébként, ez tök jó. Tehát... És azt, mivel egész nap ilyenekkel foglalkozol, 0-24-ben, magadnak még találsz ebben örömet? Mert azért látszik, hogy néha hazaviszel egy deltát, egy lancsa deltát. Na, az az enyém volt. Azért mondom. Úgy értettem azt, mint, hogy volt Ferrari és hasonlók. Mint, hogy ilyen autókkal töltött idő, az a versenyzéssel töltött idő, meg úgy általában, ami ehhez jár és amellett még, még megmozgat egy lancsa delta. Vagy, hogy Hogyne? Lesz, lesz mondjuk még korvetted? gondolkodtam egy C4-en, az olyan kis cuki, olyan szép, de valószínűleg nem. Nem, mert előtte még sokan állnak a sorba, tehát előbb lenne AC Cobra, mint, mint korvettem, de nem tudom, az én, az én világom az a Ferrari és az olasz irány. Azért a szívem az odahúz. A célom majd szépen lassan, majd egyszer csak elérni egy szép 12 ért. Hú, az nekem nagy álmom. Az volt az első olyan autó, amit valaha megjavítottam 25 évesen ismerem kívülről belülről, Pff, imádom azt az autót, az, egy, az nekem egy legenda. Bocsánat, én nem annyira vagyok otthon régi ferrari pláne, de hogy az 512 TR az a teszt a rosszának az a változata, ahol már minden gyermekbetegségét kiírtották. A ránc felvarása, így van minden szinten. Tehát műszakilag is, meg kívülről is. És a világ részéről szerinted meddig lesz igény erre? Meddig lesz? Csikos szokta mondani azt, hogy a veterán autó értéke és élettartama meghatározhatatlan, mert addig van, amíg emberek elhiszik, hogy az egy értéktárgy, és most nem a pénzügyire gondolok, hanem akár a kulturális, akár a történeti, nem, nem, a, nem az anyagi értékére, tehát hogy meddig lesznek még olyan emberek, akik ebbe belelátják azt, amit tulajdonképpen eltartja és lehetővé teszi mondjuk a HK létezését, vagy a te munkahelyedet. Én gondolkodtam rajta sokat, hogy a következő 5-10 évben hogyan tudnám ezt továbbadni, vagy esetleg utána, majd nyugdíjas korom környékén, mert ugye most már 55 taposom, hogy 60 évesen az ember már nem mozog olyan fitten, és esetleg lehet, hogy többet tudnék átadni a tudásból, mint amit, mint amit meg akarnék mutatni, hogy de majd én megcsinálom. Szeretném, én szeretném a fiatalokat érvényesülni hagyni. De ahhoz nyilván érdeklődés is kell, meg tehetség is kell, hogy azt meg tudja mutatni valaki. Én gondolkodtam rajta, hogy kéne valamilyen Képzés, oktatás. képzés oktatást csinálni ebben a kapcsolatban, hogyha valaki baromi speciális dolgokat egy olyan embertől, mint én, meg szeretne tanulni. Szóval gondolkodtam ilyen, még nem tartok a kivitelezésnél, de, de már jutott ilyen eszembe. Kérdésedre válaszom, hogy az emóciót fenntartani, az mindenképp, a még, illetve az előző generációknak a feladata, hogy tovább adjuk. Ha én nem veszek Deltát, és nem ültetem bele a fiamat, és nem mutatom meg, hogy ez mennyire bütös, hogy ez mennyire ordít, és mennyire füstöl, akkor sose fogja megszeretni, mert, mert nem találkozik az élménnyel. Ha, ha, nem ültetem be hátra, és nem kezdek el vele kézifékezgetni kicsit finoman, hogy ne ijedjen meg, hanem egyszerűen csak elkezdje elvezni, akkor sose fogja a harmadik, negyedik kézifékesnél azt mondani, hogy apa, csináld még. Vagy most beültettem gokartba, és, és látom, hogy óvatos, látom, hogy visszafogott, de van tehetsége. A nagyobb fiamnak is van benne tehetsége, rohadt jól vezetnek egyébként. Nem fogom tudni finanszírozni azt, hogy most effektív ebben foglalkozzanak, de legalább az érzést átadni, hogy, hogy ilyen is van, ilyen is volt, és ez egy jó világ, és ebben foglalkozni kell. Tudod nagyon jól, hogy az emóció, az az érzés, az, az, az korosztályonként eltérő. Igen. Tehát ez valódi generációkat be lehet határolni, hogy ki az, aki a háború előtti autókra gerjedt annak idején, mert ma már nem gerjedt szinte senki, kivéve azok a nagyon gazdag arisztokraták, akinek a családban volt élménye vele. De mondjuk a nagy gazdasági válság előtt -el járt, akkor ő tud értékelni Dúzenbergel. Igen, de ha ő meg fog halni, valószínűleg az ő gyermeke már nem, fog tudja, nem fogja tudni értékelni. Hát illetve itt jön képbe a nevelés. Igen, de egyre kevesebben lesznek. Ugyanakkor bejön még a képbe a, az élvezeti faktor hogy ezt, hogy föl tudod-e venni a ritmust, a mai forgalom ritmusát -e Mert egy 55-ös esellel már föl tudod venni, de egy izettával nem tudod fölvenni. Tök cuki. Van ilyen élménye is az autózásnak, ezzel egyetértek, viszont szerintem sokan nem azért akarnak a Ladát Magyarországon, mert a Lada -e egy annyira jó autó volt, mert, mert főleg mai szemetérek, ha azt veszük, hogy a forgalom ritmusát tartani, és hasonlók, akkor, akkor már végképp nem az, de mondjuk de mondjuk lehet, hogy hogy Ladával ment életében először Szerpentinen keresztbe a havas mátrába, de vagy már megint egy másik generáció. Vagy, vagy, vagy Ladával vitte el először a Így feleségét van. randizni, és nem, nem arra emlékszik, hogy az apja amúgy komplet hétvégéket feküdt alatta a panelparkolóban, hogy működjön két napot az autó ha nem arra emlékszik, hogy azzal vitte el a feleségét először randizni. Hmm. Netán a baj jött össze a gyerek, érted? És hogy de ez, ez nem az, a, nem, nem az nem, az az élmény, hogy tudja tartani a forgalom ritmusát, hanem amire emlékszik, ami hozzáköti. Ez az emóció, így van. Ez egy csomag. De ez megint egy behatárolható generáció. A mi gyerekeinknek nem fog kelleni alada. Még akkor sem, hogyha ha nagyon-nagyon ha, ha beleneveled, egybe-kettőbe talán, de egyébként nem, nem az lesz Sokkal a... több lada lesz, mint a ladára majd vágynak. Így van az a mi generációnk és amikor majd a mi generációnk eltűnik, akkor el fog tűnni az érdeklődés ezek után, a tárgyak után. Mint ahogy most eltűnt, lassan, tényleg, tehát most már nagyon-nagyon kis százalékban lehet például háború előtti, ez a legjobb példa egyébként, a háború előtti autók, fantasztikus kocsik vannak a háború előtt, de azok masinák, ahhoz még, ahhoz még kell, ami még igen, reggel, ahhoz még meg... tök kell, hogy te abba belőjél, igen, tehát én vezettem olyan autót, a világ egyetlen olyan 720 sskl jét ami, aminek nincs ára. Tehát, a, Bocsánat, a 720 SSK az Hitler mercedes ha jól tudom. Nem. Nem sose volt Hitlernek SSK-ja. A Esz, SSK, SS e SSK... volt? SSK -e volt, igen. Esz, de az, az SSK a kompresszor vagy a kurz? Az kurz, kompresszor kurz, és a, az L az a light. Tehát, hogy még, az még a sportverzióban. Mm -hmm. És én nagyon jó hát megint ez egy ilyen elcsépelt szó, nagyon jó kapcsolatot ápolok, mert nem barátságot, de nagyon jó kapcsolatot ápolok a, a Zinheimi, az Zinheim Technik Múzeumnak a tulajdonosával. És ő évente kétszer-háromszor megszokott minket látogatni ebben az autóval, tehát ő gátlástalanul használja. Használ egy ssk -t. Az egyetlen SSK-elt. A 720 SSK-elt és uh, igazából az övé sem eredeti, mert egy SSK-ból lett átalakítva már SSK ellé, de már több mint 80 éve, tehát annak idején lett átalakítva. Ugye ez egy, ha jól emlékszem, talán 27-es, 28-as évjáratú autó, tehát most már közel 100 éves, 300 lóerős, egy monstrum, és én vezethettem. Tehát, hogy ez a puf, persze, tessék, vigyed nyugodtan, majd egybehozd vissza. És, uh, és azért az egy, nem tudják hova, de valahova 20 és 50 millió euró közé satszolják azt az autót. Tehát ez, ez nem, nem, épészel nem felfogható összeg, amikor már nem tudom, 10-20 milliárdokról beszélsz forintban, fogalmam nincs. Tehát egy tárgyér. Sok, egy tárgyér, igen. Igen, mert az a baj, hogy mit, mit mondasz, hogy 50 milliárd, hogy a kerület fele, vagy mondjuk a Váci út irodaházai, a, Váci úti igen, nem, a, nem, a Westentől, a Árpád hídig, igen, nem tudom. Tehát, nem tudod nem tudod ez átfogni nem lehet, ez nem lehet, nem, nem lehet átkonvertálni. Szóval, hogy nekem van szerencsém a munkámból adódóan ilyen emberekkel és ilyen autókkal találkozni, de de azt tudom, hogy, hogy engem, mint masinabuzinak, ez egy fantasztikus dolog, de, de nekem se kéne olyan, mint a rózsaszín elefánt. Tehát nagyon jó, meg nagyon szép, de nem Ott kéne Nem, fölösleges. Mm -hmm. És így a vége felé közeledve azért a... Nagyon sok, tudom, hogy más autókkal is foglalkozol, de nagyon sok esellel foglalkozol, és a bácsi szokta azt felemlegetni, hogy néha azért már úgy elég a Toyota Supra motorjából. Üh, és mondja, hogy hát, hogy még megtalálja azt, hogy, hogy érjük el, hogy akkor 200 fordulattal hamarabb induljon el, hogy egy kicsit jobb legyen a görve, hogy egy kicsit tovább tartsa érte, de azért nagyon jó néha mást is csinálni. Ez neked így megvan? Persze, ugyanez megvan. Tehát nekem is, nekem is sokkal jóból, de miután a munkakörömet illetően én most tavaly én lettem a versenyszakosztálynak a vezetője, így tíz év után, és én vagyok a felelős most már a fejlesztésekért, illetve azért a nyers tuningért, amit most már csinálunk, csinálok én. nyilván a kollégák segítenek és bedolgoznak a kezem alá, de a, de a dolgok oroszlán részét azt én csinálom, tehát én vagyok az, aki effektív a tuningolást, illetve a tuning motort most már csak én csinálom. És most sikerült megépítenem például két hetelet kész a motor, vagy ugye ja, közel két-három hete kész a motor, a, a, cégünk életében legerősebb ilyen SL motort, és 275 lóerőt, 275 lóerőt tud főtengelyen. Milyen nyomaték tartozik ehhez? 353, de... 3 literből azért az gyerek. elég biztos. 3 literből, igen. Uh, szerintem ez nem olyan rossz. Azért szívó motor, viszonylag kevés 70 éves motor, tudja ezt töltés nélkül. Uh, nyilván ehhez kellett az elmúlt 70 év technikai tapasztalatait összegyűjtve egy kis csalás, ámítás, varázslat, így van, de, de ettől ez még mindig korhű, tehát eredeti blokkkal, eredeti engerfejjel. Uh, nyilván belső átalakításokkal, de, de ez egy fantasztikus dolog, és én még mindig megtalálom azt, hogy hol lehetne még egy picit finomítani. Tehát a következő célom az a valódi 300 lóerőnek az elérése. 100 lóerős liter teljesítmény, egy van, motorban. Úgy, hogy miközben, miközben az előző motor, ami ebben van, ez 250 lóerőt tud, ö... 10 éve nem volt, tehát az én pályafutásom alatt ez nem volt szétszedve ez a motor. Nem mondottátok meg? Nem, és én, tavaly, és én szétszedtem, hogy megnézem, hogy egyáltalán mi a fene van már Revízió. egy nagy revíziót akartam, levettem a hengerfejet. Óriás csodálkozásomra a hónolás még mindig látszik a blokkon. Aztán a hengerfejen később a szét, teljes szétszedésnél kiderült, hogy azért az egy komolyabb felújítást igényel. Végül is az idő hiánya, inkább fogtam egy másik hengerfejet, ami kevésbé volt a rossz állapotban, és azt újítottam föl teljesen, mert ezt már föl kellett volna heggezteni. Tehát ez már az utolsó lépcsőm volt a a sikolás tekintve. Úgyhogy inkább vettem egy másikat, és akkor azt újítottam föl, de gyakorlatilag mindent visszakapott a sajátját, tehát ami benne volt. 500 adot hónoltunk a blokkon, egy 500 os kerámia bevonatot kaptak a dugatjuk, és ment vissza bele minden 23 ezer versenykilométer után, és tökéletesen a funkcionál az is. A 70 éves motor ilyen lökettel. Most, hogy belevágtok Sivával ebben ugye, sivával találkozhatok többször itt a csatornán, és még fogtok is, nem szerint. Szóval, hogy sivával belevágtuk ebbe az autózásba, ezzel van konkrét cél, vagy, vagy tényleg um, eljutni valahova, esetleg lábot növeszteni akarsz vele, vagy áthelyezni erre az egzisztenciádat? Innen már, innen, már, innen már nem kérdés, hogy lábot növeszteni akarok-e vagy nem, ez már egy láb, tehát ez működött eddig, csak most már hivatalosan csináljuk, uh -huh. vagy szeretném most már hivatalosan csinálni. Ö Végül is cél. Igen, a láb az legyen stabil, ha már arról van szó. A fiataloknak teret adva, itt már tudok időt nyerni, hogy egy kicsit lepattintok magamról dolgokat, és csak a nagy és fő és fontos dolgokat hagyom, hagyatom meg magamnak. Hál' Istennek vagyok a főnökömmel ilyen viszonyban, hogy ezt már megtehetem. Kitulod a mazsolátesítiből? azt mindig is kitúrtam, mert magát a mazsolát nem Igen. <gül> <gül> és, és, akkor a maradékban pedig én örülök neki, hogyha ha avval a dologgal, amivel eddig is foglalkoztam, mert mondom 8-10 éve én adogatok el ismerősöknek, meg, meg haveroknak, meg azoknak a haverjainak egy-két autót, de akkor, akkor, csináljuk már rendesen. És az elképzelésevel csak annyi volt, hogy hogy valóban vannak olyan csemegék, olyan finomságok, és mondom, nem egy, nem egy Suzuki Swiftről beszélek, vagy nem egy Golf 1 hanem, hanem olyan finomságok, amiket egy picit szebb és picit jobb körítéssel, mint amit nálunk a cégnél esetleg megkaphat az autó. Tehát én énkor beviszem fotózni hozzánk a kocsit, azért az a háttér az, az, mindent visz. azokkal eladni mégiscsak egyszerűbb, és maga a német piac mégiscsak egy sokkal nagyobb felvevő piac. Úgyhogy én továbbra is tartom magam ahhoz, hogy szeretném olyan mögé tenni az arcomat, amihez amihez én is egy kicsit vonzódom. Tehát egy különlegesebb. Nem lesz kavicsos telep, uh -huh. nem lesznek égészek, madériesztílus, hanem, hanem esetek lesznek, és mindenkivel külön foglalkozva. Így van, így van. Én, vevőt. így van. Tehát én nem akarok ilyen tömegcikkeket árulni, hanem, hanem tényleg csak valami kis finomságokat. Nézd, nem tudom, merre megy tovább ez a dolog, hogyha ebből nem láb lesz, hanem valami annál sokkal több, akkor akkor ahhoz drukkolok, hogy maradsz a HK-nál, és ezt folytatod, amit most csinálsz akkor ahhoz, de köszönöm, hogy így három nap AMTS után bejöttél Walking Dead-et játszani. És egyébként tényleg, tehát Porsz, aludtunk ez együtt négy órát, hármat. Igen, igen kettőt együtt aludtunk négy órát, tegnapról, meg előtte lenyomtuk az amt nek a végtelen-végtelen a szívását. Megtisztelő, hogy még ennek ellenére is, meg, meg azt gondolom, hogy tényleg jó volt, és bízom benne, hogy egyszer majd ott kint azért összefutunk örülök neki, vagy örülnék neki, hogyha ez így lenne. Zoli, Jó köszönöm van. szépen. Anti, örülök.